Ez az egyik oldal a pécsi energetikai cselekvési tervből, amiről egyeztetést tartott a városvezetői és az ellenzéki oldal a Városházán ketten. 104 pontos intézkedési csomagot állítottak össze a baloldali városvezetők. Ezt ismertette a gazdasági alpolgármester a megbeszélés után a sajtóképviselőivel. Az elektromos áram, amely a legjelentősebb növekedést okozza Pécsen, ugye már idén is ötszörös árat fizetünk, a jelenlegi árak szerint ez még további 2,5-szeres növekedése megy föl. Ez ugye azt jelenti, hogy tavalyi évhez képest két év, tehát a jövő évben és a tavaly előtti évhez számban 12-szeres áramszámlában nézünk szembe. Kik a legnagyobb áramfogyasztók ebből adódóan? A Tettye Forrás ZRT, ugye ez a vízi közműszolgáltató, a közvilágítási rendszer, a Zsök épületei, Kodály központ, a műjégpálya, hullámfürdő, állatkert. Bezárások nem lesznek, de általánosságban elmondható, hogy csökkentik az intézmények nyitvatartását, spórolnak a működési költségein. A közvilágítás azonban marad, mert ez biztonsági kockázatot jelent, tudtuk meg a beszámolón. Ruzsa Csaba azt mondta, ezzel az elszabadult energiaárak miatti közel 6 milliárdos plusz teher 1,5 milliárd forinttal csökkenthető, valamint részben azonnali és részben középtávú fejlesztésekkel további megtakarításokat tudnak elérni. A személyi kifizetések kérdését is felvetette a polgári oldal a megbeszélésen, mondta a Városi Fidesz frakció vezetője. Azt a kérdéskört, hogy a baloldali holdudvart érintő jóléti kiadások, amik ugye a városnak több százmillió forintjába kerülnek, ez az a pont, amikor nem lehet tovább tartani, és egészen biztosan, hogy most jött el az a pillanat, amikor őszintén szembe kell nézniük, és annak a néhány embernek, néhány kulcsfigurának az érdeksérelme mellett, de a pécsiek érdekségében nélkül több százmillió forintos megtakarítást lehetne elérni. Erre sajnálatos módon egyelőre nem volt nyitott a városvezetés. Ettől függetlenül kérték, hogy írásban is tegyék meg a javaslataikat a jobboldali frakciók, tudtuk meg Csizmadia Pétertől. A tervezett intézkedésekkel Pécs a kormányzattal ül le tárgyalni, hogy a rezsifizetéshez támogatást kapjon. Erre október végén, november elején kerülhet sor. Mintegy 4 milliárd forint plusz kiadásról van szó a takarékossági terven kívül, aminek fedezete jelenleg nincs meg a Baranyai megyeszékhelyi kasszájában, derült ki a városházi tájékoztatón.